Pécs 2010-ben Európa kulturális fővárosa volt. És ma is az. Pécset az elmúlt évtizedben minden korábbinál nagyobb mértékű kulturális fejlesztés valósult meg. Ennek eredményeként egy országosan is modellértékű, az egész várost behálózó önkormányzati tulajdonú intézményrendszer jött létre Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Néven. Most lépjünk vissza 1600 évet a múltba. A pécsi belváros szívében a világörökségi helyszínekhez érünk. Egy különös ősi világba, Szopjánéba érkezik a látogató. Itt találhatóak a 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élvező, valamint a hungarikumként is elismert 4. századi ókeresztény sírok és sírkamrák, illetve a Cella Septicora látogatóközpont. A közelben, a székesegyház és a várfal között, egy 1000 évvel későbbi korszak emlékeként a középkori egyetem épületegyüttesét tekinthetjük meg. A feltárások szerint itt működött az 1367-ben alapított első magyarországi egyetem, amelyben a korabeli életet egy 21. századi technikával létrehozott kiállítás idézi meg. Pécs főterén, a Széchenyi téren két fontos intézményünk található. A Művészetek és Irodalomháza, benne a Martin Ferenc tetőtéri galériával és a hangulatos festett szobákkal, a közelben pedig a Pécsi Galéria, ami hosszú évtizedek óta a hazai kortárs művészet egyik reprezentatív bemutatkozási helyszíne. A belvárostól pár perces séta csupán a kultúrfővárosi beruházások egyik kiemelt létesítménye, a 8 milliárd forintból épített, 2010. decemberében átadott Kodály koncert és konferencia központunk. Építészeti Stradivari, ahogy a Maxim Vengerov hegedűművész nevezte a nyitó koncert után. Az épület középpontjába komponált, Magyarországon egyedülálló égerfa borítású hangversenyterem kiváló akusztikája és szolgáltatásai révén néhány év alatt világhírnévre tett szert, ahol klasszikus, jazz és világzenei programokat élvezhetnek a zenebarátok. Az eddig fellépő művészek pedig csak az elragadtatás hangján nyilatkoztak a koncertteremről. A Kronos Quartet, Pat Metheny, Aldi Meola, Andrei Gavrilov, Jan Garbarek, Kocsis Zoltán, Malcolm, Bilson, Lajkó Félix, Fazil Száj vagy Presser Gábor. A központ rezidens zenekara a Pannon Filharmonikusok. A 2010 decemberi nyitás óta több mint 700 rendezvényen közel 350 ezer látogatót fogadtunk a létesítményben, amely egyedi építészeti megoldásainak köszönhetően számos magyar és külföldi díjban részesült. A Kodály központtól néhány száz méterre található az 5,5 hektáros Zsolnai kulturális negyed. Az Európai Unió támogatásával egy építészetileg bravúrosan megtervezett 11 milliárd forintos beruházás eredményeként a világban egyedülálló, különleges létesítmény épült fel a Zsolnai család egykori gyárépületeinek és lakhelyének területén. A parkokat, sétányokat, játszótereket díszítő 88 köztéri kerámia szobor, a különféle egyedi funkciókkal felruházott 15 műemléképület 2014-ben szintén felkerült a hungarikumok listájára. Rövid idő alatt váltak népszerűvé az évente több tízezer látogatót vonzó összművészeti és családi fesztiváljaink. Mindennapi működésünkben kiemelt szerep jut állandó kiállításainknak. A legkorábbi zsolnai termékeket a rózsaszín kiállítás vonultatja fel, mintegy 1200 darabot. Amerikából tért haza Gyügyi László gyűjteménye, egy 2 milliárd forintra becsült, több mint 600 kerámia tárgyból álló tárlat, amely a Zsolnai Aranykora címet viseli. E kettőt egészíti ki a család és gyár történeti kiállítás. A kulturális negyedhez közeli dombon eredeti pompájában tekinthető meg a Zsolnai mauzóleum, a Zsolnai család nyughelye, ahol 42 oroszlán őrzi az eozin titkát. A kulturális negyedben épült fel Pécs legnagyobb 1200 négyzetméteres kiállítóterme, a Pécsi Galéria M21, amely elsősorban a hazai és nemzetközi kortárs képzőművészeti élet bemutatkozási helyszíne.
Az E78 épület olyan multifunkcionális hely, ami nem csak a szórakozás, de a közművelődési programok színtere is, fellépési és próba lehetőséget biztosítva amatőr zenészek, kórusok és táncosok számára. Az épület mellett található Pirogránit udvaron tavasztól őszig szabadtéri koncertek, igazi bulik várják az idősebbeket, fiatalokat egyaránt. A gyerekeknek is sok-sok érdekességet kínál a negyed. Szabadtéri játszóterek, interaktív varástér, a Bóbita Bábszínház, a benne lévő Bábmúzeum és a kézműves foglalkozások mind vonzó programot jelentenek számukra. Megnyitása óta különösen népszerű a planetárium, köszönhetően csillagászaink tudományos előadásainak. Fontos, hogy e területen kapott helyet a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara és a bölcsészettudományi kar néhány intézete is. A felújított épületekben ifjú művészek, festők, szobrászok, keramikusok élnek, lélegeznek együtt a negyeddel. Egészen különös építészeti megoldás az intézmény könyvtárának elhelyezkedése az egykori gyárkemencéjének helyén. A Janus Egyetemi Színház szintén a Zsolnai Kulturális Negyedben lelt otthonra. A látványosságokkal nem ér véget a Zsolnai Kulturális Negyed kínálata. A kellemes időtöltést szolgálja a kézművesboltok utcája, ahol a pécsi kreatív ipar termékei jelennek meg. A látogatókat éttermek és kávézók is várják. A negyed vendégházában 13 kényelmes apartman áll az itt éjszakázó vendégek és művészek rendelkezésére. Pécs mindig is varázslatos, történelmi hely volt, és ma is az. Sokszínűsége, táji, emberi, kulturális értékei valószínűleg sokáig szolgálják még az ideérkezőket.